Sziasztok, én Gergő vagyok. Itt vagyunk egy új videóval. Ahogy láthatjátok, Farming Simulator 23-mal játszunk. Ugye, amit erről tudni kell, ez a Farming Simulator, ez csak mobilra és kézi konzolra, azaz Nintendo Switchre jelent meg. Így ezt PC-n, Xbox-on, PS-en ilyen helyeken nem lehet játszani. Az egyik live-ban volt egy néző, aki kérdezte, nem csinálunk erről a játékról is videókat, vagy live-okat, és ott utána nézegettük, hogy mi nem nagyon találtuk magyar tartalmat erről, úgyhogy úgy gondoltuk, akár mást is érdekelhet. Úgyhogy el is indítjuk a sorozatot, menjünk is az új játékra. Van kettő map, ahogy látom, az Amber Stone és a Nubran, vagy nem tudom, hogy kell ejteni. Szerintem kezdjük ezzel az Amber Stone-nal. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a térkép, meg hogy fog kinézni a játék. Nem kell végigvezetés, hát azért már farmingba otthon vagyunk. Nézzük meg a térképet. Aha, van három földünk. Mi van még itt? Van egy dízelüzemanyag tartályunk, egy farm tárolónk, amiben, ahogy látom, permetszert, magot, ilyen dolgokat tudunk tárolni. Van egy bára és raklap tárolónk, egy gabonasilónk, egy farmépületünk és egy tyúk legelőnk. És emellett három traktor és egy kombány. Meg három föld. Ez a terület az én tulajdonom. Aha. És mi van rajta? Búza? Aha, búza van mind a három területen. Ja. Jó. Ennyi az egész. És nézzük meg, hogy mi van a területtel. Nem tudom, nekem kicsit olyan pixelesnek tűnik a játék, pedig nem régi telefonom van, úgyhogy elvileg futni kéne patentül. Ez az egyik területem, ahogy látom, ez betakarított búza. Úgyhogy itt neki kéne állni a talajlazításnak. Szántást igényel, írja is. Én nekiállítom a munkást a talajlazításnak. És eddig körbenézünk. Legyen nyomja. Körbenézünk, hogy mi van a többi földön. Ez az egyes terület, igen. Kettes, hármast kell megnézni. Aha, itt van valami csatolmány is rajta. Ja, megnézzük, az micsoda. Ez egy ültetőgépnek tűnik. És itt van még egy traktorunk, ezzel meg egy pótkocsi van. Ezzel tudjuk szállítani a dolgokat. Itt a bála raklaptárolónk. Aha, itt a betakarítógép. Lehet, hogy valamelyik földet be kell majd takarítani. Oda megyünk ezzel a ketteshez. Megnézzük az omnival. Kell-e betakarítanunk. Most itt vagyunk az egyesnél. Megnyitottam a kis térképet. Aha, ott van valami búza. És van egy olyan, amin már van betakarítva, még neki se lett állva. Akkor nekiállunk a kettesnek, ezt lecsatoljuk. Aha, ahogy látom, itt letaposás nincs. És automatán felcsatolja. Értem.
És? Neki állunk a betakarításnak. Bekapcsoljuk. Azt nem is mondtam, hogy itt fölül látni, hogy 100 000 dollárral kezdtük. Érdekes, mert itt dollárt mutat a Farming Simulator 22, ami ugye euróban. Érdekes, hogy itt más pénz nem van, de 100 000 dollárral kezdtünk. Most van 99.952. A NPC vonja le a költségeket, ugye, hogy ott betakarít nekem, viszont bálázónk amúgy nincs. Azt nem tudom, hogy a tyúkoknak is van-e kaja, azt is meg kéne nézni. Ezt gyors leartom, ezt a kicsit, utána ráküldöm az NPC-t a hármas földre, és akkor megnézem a tyúkot. Van-e kajájuk, kellene csak valamit adni, van-e valami a silókban, ezt is érdemes lenne megnézni. És akkor meglátjuk, mivel tudunk gazdálkodni. Meg lehet azt is megnézem a térkép, hogy mibe kerülnek a földek. Amúgy nekem elég pixelesnek tűnik, nem tudom miért. Kicsit olyan bénának tűnik a grafika, hogy olyan... nem tölti olyan messzire a textúrákat be, hanem ilyen elmossa. Nem tudom, hogy ez azért van, hogy egy gyengébb telefonokon is fusson, mert az én telefonom nem olyan régi. Szintévesztő mód, játéktippek, grafika, közepes. Ezt fölvesszük magasra. Van még följebb, nagyon magas. Fölvesszük nagyon magasra. Alapból közepesre állította. Ezeken meg nem ér állítgatok egyenlőre. A pénznemet át lehet euróba. Állítsuk át euróba, ha már másik farmingba is euróba van. A 22-be. A többi az jó lesz így. Ó, egyből szebb a kép. Egyből szebb a grafika. Tetszik, tetszik. Na itt ráengedem az NPC-t a földre. Bemegyek oda a végébe. Nem értem, miért közepesen állította alapból, hogy közepesre állította. Lehet ilyen energiatakarékossági szempontból. De így magasan jobban tetszik. Szebb a... De ez jó, hogy így lehet állítgatni, mert akkor tényleg a gyengébb telefonokon is el fog futni. Na de nézzük meg, hogy mi van a silónkban. Futni nem tudunk. Ezt nem, ugrálni tudunk. Ez az üzemanyag tartályunk. Itt tankolhatom a járműveimet. Ez ilyen végtelen lehet? Hogy ez mindig tele van, itt tudok tankolni, nem kell elmenni. Vagy ez ilyen... nekem kell újra tölteni. Raklapokat, pálákat tárolhatok, az oké. Okay. És itt van egy silóm. És valahogy nem tudom megnézni. Nincs ilyen menüpont, ahol meg tudom nézni, hogy... Ez a gazdaságom silója, gabonákat és ilyeneket tárolhatok benne. Hát nézzük meg hát, ha van.
valamire, gabonás kiló, 400 ezer literes területek, járműveim, eszközeim, gépi dolgozók. Hát érdekes. Akkor azt tudom esetleg, hogy ide jövök mondjuk traktorral. Van ez a traktor is. Ezzel mondjuk ide jövök és megnézem, hogy tudok-e valamit kitölteni a silóból. Hogy ebbe van-e valami. Ja, meg kéne nézni az állatokat is. Van-e egyáltalán tyúk? Vagy csak a tyúk legelő? Aha. Ez teljesen üres. Oké. Ezt már megtudtuk. Megnézem, hogy tyúk. Hát ez, mondjuk vannak tyúkok. Aha, van kettő csirkém és egy kakasom. És azt nem látom, hogy áll a kajájuk. Van-e nekik kaja? Lehet, hogy nincs nekik. Akkor oda megyek a kombájnhoz, hozok el búzát, és akkor hozok el búzát, és megnézzük, hogy változik valami. Augusztus hónap él, ezt is meg kell nézni, hogy akarjuk be. Automatikusan kinyitja. Nagyon jó. Hát, akkor nem kell nekem külön kinyitni a csövet, hanem automatikusan kinyitja nekem a játék. Szuper. Úgy ezt a sok szalmát ezt lehet össze kéne szedni. Másik földön sajnos kevés. Kár, hogy nem írja, hogy ez mennyi liter pontosan. Most kijöntünk el egy keveset a tyúkoknak. És itt tudok amúgy bálát tárolni, ami tök jó. Ez automatikusan elkezdődik. Nincs több kapacitás búza számára. Akkor van kajája a csirkének. Ezt hol tudom megnézni? Ezt kéne megtudni. Tehát a térképen. Mindjárt megnézem. Ezt a búzát, ezt leporítjuk. Nézzük még egyszer a térképet, van tyúklegelőm. Ez csak ennyit ír. És ha így, most meg van jelölve a hely. Aha, ez ilyen segítség. Arra egyenlően nincs szükségem. Aha, itt van termelések.
Egyelőre nincs semmi. Jószágok. Aha, itt írja. 749 liternyi gabona van benne a csirkéknél. 100%-os termelékenység. Jó. Hát, viszont ez a három állat, ez elég gyér. Úgyhogy... Úgyhogy szerintem veszek egy gyúkot. Ha és a sötét van, automatán kapcsolja ezt a zseblámpát is, meg automatán kapcsolja a járműveken is a világítást. Ez se rossz, ez se rossz. Jó. Akkor 3x30 a férőhely. Én veszek szerintem ilyen idősebb csirkiket, hogy már toljanak nekem, mert pénzből élünk. 30 a férőhely. Veszek egy 10-et. Így. Igen, most van 13 jószágunk. És... Lehet, hogy még veszek 7 ilyen fiatalt. Ezek is 0 hónaposak, amik alapból nekem voltak. Veszek 7 fiatalt, és akkor lesz összesen 20 országunk. Aha, kicsit több is lett a csirke. Most megnézem kíváncsiságból, de nem változott, nem változott. Kapacitás, ugyanúgy 745 liter. Jó, a csirkék termelnek, tojás gyűlni fog így. És akkor azt kell megnéznünk, hogy itt van-e valami, hogy mikor mit lehet ültetni. Nincs ilyen. Anyagiak, már olvasni se tudok. Mert időjárást, árakat látok, oké, hogy mikor mit lehet eladni, de hogy akkor itt nincs ilyen naptár, bármikor ültethetek bármit, és bármikor adhatok bármit. Most itt ezt a segítségnél megnézzük, évszakos gazdálkodás. Igen, időjárás előrejelzés. Aha. Ez csak ennyi, hogy télen hó van, nyáron meg süt a nap. Szántás, vetés. Na, vetés, nézd, vetőgépek, ültetők. Igen, egyes vetőgépek. Igen, másik lehetőség. Aha. Hát, én nem látok ilyet, hogy mit, mikor kellene ültetni, vagy azt be kell kapcsolni. Kilométer, Celsius, hektár, gépi dolgozók, hangok, környezet, egységek, kamera, bemeneti vezérlés, az nem grafika, nem időbeosztás, 60-szoros közlekedés, informálja. Hát, nem jöttünk rá. Szerintem akkor nincs. Én ebből azt gondolom, hogy nincs. Jó. Most nézzük, hogy állnak a térképen. Térképen a dolgok. Ők most megálltak? Nem dolgoznak. Nagyon szuper. Megy a betakarítás is. Viszont mára szerintem ennyi lenne ez az első rész. Ahogy látjátok, meg nekiálltunk a gazdaságnak, megy a betakarítás, megetettük a tyúkokat, vettünk tyúkokat, pörög az idő, mint az állat, ezen még lehet lejjebb veszek majd. És következő részben akkor nekiállunk az ültetésnek, megnézzük, mit lehet, minek állunk neki, mire van pénz, még lehet, hogy bálázni is fogunk, mert itt elég sok szalma
itt van a földön, ugye a betakarítás miatt. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, kommentbe írjátok meg a véleményeteket, írjátok le, érdekel-e ez a Farming Simulator sorozat. Ugye, mint ahogy mondtam az elején is, ez egy mobilos játék. Ha nem tetszett, akkor nyugodtan nyomjatok dislike-ot. Ha pedig támogatni szeretnétek minket, a csatorna tagság funkciót tudjátok erre használni, ott is nézzetek körül. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!